Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Evangélium Szent János könyvéből. Lázár feltámasztása után Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így tanakodtak. Mit tegyünk? Ez az ember sok csodát művel. Ha engedjük, hogy folytassa, mindnyájan hisznek majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket és népünket. Közülük az egyik, Kaifás, aki abban az évben főpap volt, ezt mondta nekik. Ti nem tudtok semmit. Gondoljátok csak meg. Jobb, ha egy ember hal meg a népért, mint hogy az egész nemzet elpusztulja. Ez pedig nem magától mondta, hanem mint annak az évnek a főpapja prófétaként megjövendőlte, hogy Jézus a népért hal meg, sőt, nem csak a népért, hanem egy egybe gyűjtse Isten szétszóródott gyermekeit. Kedves tévénézők, kedves testvérek! Az ember mit sem sokat változik alaptermészetében. Több ezer éven keresztül siettetni. Ha valami nem tetszik, valamit nem úgy gondolunk, valamit nem úgy látunk, nem úgy értelmezünk, akkor nem biztos, hogy arra gondolunk, hogy nekünk nincs igazunk, vagy mi vagyunk vakok, hanem általában úgy vagyunk vele, hogy a másik téved. Ugyanezt tapasztaljuk ennél az evangéliumi résznél is, hogy siettetni akarták Jézusnak a halálát. Félt a fő tanács. Jézus körül még nagyobb lesz a mozgalom. Ők már ezt egy olyan mozgalomnak látták, amelyik egyfajta rebellis mozgalomnak nézett ki. Ők ettől féltek. És ezért mondják, hogy valójában a főpap, mint politikus gondolkodott, hogy ő kereste az előnyeiket, de valójában, mint főpap, mint próféta is megszólalt. Jobb, ha egy ember meghal. Tehát Jézus a népért hal meg. Ő a bűnös magatartásukon keresztül valósította meg a megváltást. Jézus ártatlanul meghalt a népért, és az egész emberiségért. Azért, hogy elnyerjük az örök életet.